Dombóvárváros önkormányzata megtartotta soron következő testületi ülését, ahol számos döntés meghozatala mellett az egyik legfontosabb, hogy sikerült elfogadni a város 2022-es évi költségvetését. Nem minden évben van ilyen szerencsés helyzetben önkormányzat, hogy az állati szerinti kötelező beterjesztési időpontra esően, az a február 15-ig beterjesztési el is fogadja. Hiszem, hogy a 20-21-es, 22-es év szintén hasonló lesz, hiszen 21-ben már olyan költségvetés egyensúlyra tudtunk gazdálkodni, amelyről 19-ben még csak álmodoztunk. 20-ban küzdöttünk érte, de 21-ben megteremtődött a feltétel rendszere, hogy ez egy kiegyensúlyozott, előre jó kiszámítható költségvetés legyen. Nyilván nagyon fontos, hogy azok a helyi adóbevételek, amelyeket terveztünk 21-ben, azok befolytak, és 22-ben is tudtunk velük tervezni. Természetesen ezt meg kell köszönöm azok az adófizető állampolgároknak és vállalkozásoknak, akik időben, határidőre eleget tesznek az adófizetési kötelezettségeiknek. Ők Dombóvár számára nagyon fontos szereplők, hiszen ezek azok a bevételek, amelyből a város szabadon tud gazdálkodni, és minden esetben nagyon fontos, hogy állami normatívával nem finanszírozott feladatok is elkészülhessenek. Az is nagyon fontos, hogy amikor terveztük hiányt, ugye nem is lehet tervezni, de nem is kellett volna tervezni hiányt, és már többször nyilatkoztam, hogy a 200 millió forintos folyószámla hitel csak egy biztonsági tartalék, hiszen 2021-ben egy forintot nem vettünk ebből igénybe. Remélem, hogy évközben még olyan pályázati forrásokat is be tudunk vonni, hogy a mostani elképzeléseinket beruházások tekintetében túl tudjuk szárnyalni, és 2022 egy sikeres év lesz dombóváriak életében. A testületi ülés másik napirendi pontja a szabadidői sportcentrum engedélyezés előtt álló terveinek bemutatása volt. A komplexum kosárlabda csarnoka NB2-es versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz, de helyet kap lőtér, tekepálya, valamint egy úszodát is kialakítanak. Azt hiszem, egy nagyon nagy kívás és egy 19-20 évi ígérete és elvárása a városnak a képviselőtestület felé. Ma már mindenki számára elérhető és látható annak az engedési terve, látvány tervei. Pillanatnyilag a BMSK tervezési osztályán vagyunk, mert elfogadtuk a rendelési terv módosítását is, hogy abban a mértékmestétében megépülsen ez a létesítmény, amire a hajós tervezédőre Szegeden megálmodta. Nagyon fontos számunkra, hogy egyeztetünk azokkal a sportszervezetekkel, akik leendő használni lesznek ezzel, hiszen a Lövész Egyesület, Kosárlabda Egyesület, Teke Egyesület elnökei is részt vettek ebbe az aprólékos munkába, hiszen nélkülük ez a dolog fabatkát se érni, hiszen ők lesznek a használók, és nekik is szeretném megköszönni, hogy időt, energiát nem sajnálva, azt gondolom, hogy szinte már a tökéletesség irányába mentünk el, és hogyha ez meg fog épülni, és hiszem, hogy meg fog, és ebben az évben még le tudjuk tenni az alapkövet is, akkor 2023 év végére vagy 24 év elején ezek az egyesületek boldogok lehetnek, hogy az általuk, ma már mondhatom, hogy közös álmunk megvalósult, és igénybe tudjuk venni, és beléphetünk az ajtaján. Dombóvár város képviselő testülete minden év februárjában hoz döntést arról, hogy az április 1-i városnapján kik azok, akik kitüntető címben részesülhetnek. Mint minden évben az idén is rengeteg jelölés érkezett, és több kategóriában mindkét bizottság tárgyalta, mert zárt ülésen is még mindig alakult ki vita, hiszen nagyon nehéz úgy adni 5 díjat, amikor 20 jelölt van, nagyon nehéz úgy adni 1 díjat, amikor 10 jelölt van, de azt gondolom, hogy ez így természetes és örömteli, hogy ennyi kiváló ember alkotja a Dombóvár közösségét, és ezt kortól is nemtől függetlenül mondom, hiszen itt azért mindenféle díjazásban minden korosztály részesülhet. És ami még ennél sokkal fontosabb, hogy kiváló közösségek vannak, és ott a rendeletet kell majd módosítanunk február 28-án, hiszen egy díjat adtunk volna ki, nem úgy döntött bölcsen a testület, hogy inkább módosítjuk a rendeletet, és az idén a két 50 éves évfordulát fennállását ünneplő egyesületünket szeretnénk megtapsoltatni a színpadon április 1-én. Ez az áprilisi dátum lesz az, amikor kiderül, hogy 2022-ben kik lesznek azok, akik munkáját, sporttevékenységét elismeri Dombóvár város önkormányzata.